Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, foglaljanak helyet kényelmesen. Ez itt a Lelátó, a Régió TV Esztergom sportmagazinja. A mai műsor kínálatában lesz labdarúgás, tájbox és sífutás. Tartsanak velünk! Egy hónap múlva kezdődik a Pekingi téli olimpia, és ha minden jól megy, akkor Pónya Sárával a magyar résztvevők között. Köszöntelek benneteket itt a stúdióban. Jó Köszönöm. napot, napot kívánok! Ugye Pónyasára vendünk és Panyik Dávid. Dávid, ugye te kiváló biatlon versenyző vagy, de az utóbbi időben meglehetősen sok minden hátráltatott abban, hogy, a, hogy, az eredményeidet gyarapítsd. Mi történt pontosan? Bocsánat, hogy a, az úrral kezdem Sára. Igazából egy, most már kicsivel több, mint egy évvel ezelőtt sikerült elkapnom a Covid-ot, gyakorlatilag a vírust 2020 eh, novemberében külföldön egy edzőtábor alatt, és gyakorlatilag olyan szinten megviselt engem, belekerültem ebbe a post-covid szindrómába, hogy az egész tavalyi szezont gyakorlatilag ki kellett hadjam, illetve a, az idei felkészülésemnek a felét. Mit jelentett ez konkrétan? Tehát milyen, milyen, konkrét tüneteid voltak, és ezek milyen gyakran jelentkeztek? Mert sokan nem tudják egyébként, hogy, hogy a, a Covid-ról is sokan azt mondják, hogy hát nem is olyan komoly dolog ez, de ugye a post covid talán kevesebbet beszélünk, mint kellene. Igen, főleg azért érdekes ez az egész, mert maga a vírus nem volt annyira, a vírusos megbetegedés nem volt annyira rossz. Igazából elég hamar túl lettem rajta, szokásos tüneteim voltak. Viszont rájöttem egy-másfél hétre, hogy visszaálltam kicsit az edzésbe, utána megjelentek ezek a különböző tünetek, amik gyakorlatilag szívritmuszavaroktól elkezdve, vérnyomás problémákon át, neurológiai panaszokon keresztül minden volt. Volt olyan, hogy látótér kiesésem volt, nem láttam a, a gyakorlatilag így a jobb, féltek én semmit, hogyha ránéztem mondjuk Sárának az arcára, nem láttam az arcának a jobb részét. Aha. Hát ez nagyon komoly probléma lehet. Hisz. Főleg úgy, hogy ti ugye egy párt alkottok, de hát akkor ezen most már túl vagy, de akkor meddig tartott ez a, ez a kálvária? Hát én már úgy gondoltam, hogy nyár közepén, ahogy elkezdtem mozogni és éreztem, hogy egyre jobban megy a mozgás, hogy túl vagyok rajta, de aztán nyilván azért az élsport nem tesz ennek az egésznek jót, főleg a regenerációnak, és a gyógyulási időnek. Igazából október első hete volt az, amikor úgy tényleg úgy éreztem magamat, hogy teljesen egészséges vagyok. Hát nyáron újra kezdted, és akkor nem tett jót az, hogy újra elkezdtél versenyezni. Visszaestél újra, újra jöttek a tünetek? Sokszor, igen, sokszor előfordult, sokszor kellett visszamennem az orvoshoz beszélgetni velük erről az egészről, de az, az igazság, hogy ők se tudtak semmiféle tanácsot adni, tehát teljesen, teljesen tapasztalatlanok ilyen szempontból. Nem Nincs kezelés, semmilyen gyógymód egyelőre még erre. De most szerencsére úgy néz ki, hogy túl vagy a, a betegségen, és akkor újra e, arcol a biatlon felé. Igen, igen. Ugye tél van, tehát ez azt jelenti, hogy a felkészülés is most zajlik. Zajlana, hogyha mondjuk nem lenne még mindig itt a COVID, és lenne elég hó. Igen, hála égnek azt elmondhatom, hogy ebben a szezonban gyakorlatilag szerencsések vagyunk, ugyanis eddig, a milyen versenyre mi a biatlon csapattal jártunk, ott gyakorlatilag tök tökéletes időnk volt és e, mindenhol nagyon jó, jó hó, nagyon jó körülményeink voltak. Ugye a, a Sára, te is e, biatlonozol, de e, legutóbb ugye mi is beszámoltunk itt a lelátóban élő kapcsolás során, amikor e, kijutottál szinte az utolsó pillanatban ugye a Pekingi Téli Olimpiára, ami egy hónap múlva kezdődik, illetve kvótát szereztél, úgyhogy ez nem annyira egyszerű ez a dolog, tehát a kvóta megvan, viszont nem teljesen biztos, hogy te indulsz. Igen, hát még egyáltalán nem biztos, hogy egyáltalán lesz ott női versenyző. Azért az esélyek ö, elég jók, szerintem meg mellettünk állnak. Alapvetően úgy van, hogy öt versenyt kell ö, megfutni, és ennek az öt versenynek a pontátlaga bent kell lenni 300 alatt. Na most nekem eddig van három versenyem, 300 alatt van az átlagom, viszont január 16-ával lezárul a kvalifikációs időszak és a versenyeket javában körülbelül óránként, meg naponta változtatják egyik stílusról a másikra, sprintről hosszú távú versenyre, disztánszra, szóval, hogy így megvan a terv, és körülbelül naponta változtatunk rajta, meg tényleg nagyon kilátástalan így a helyzet, mert folyamatosan változik, és nem tudjuk már, hogy most akkor melyik be legyünk egyáltalán biztosak, vagy melyikre tudunk menni, és Sára, hogy érzi, hogy simán meg lehet ez a, ez a szintidő, vagy ez a pontszám, amit el kell érni a kvalifikációban? Hát igen, alapvetően azért a térdem az egy hátráltatott lényező volt az elmúlt hónapokban. Szeptemberbe átestem egy térműtéten, onnan a rehabilitáció azért nem volt túl felhőtlen, négy hét mankóval folytatódott a műtét időszak és aztán elkezdtük a rehabilitációt, nagyon-nagyon sok kezelésre jártam, nagyon sok embernek a munkája benne van már ebben az egy lábikóba. És igen úgy tűnik, hogy most minden rendben van, tehát lezárhatjuk ezt a sztorit ezzel, hogy hogy tulajdonképpen igazából igen, vagy azt, azt, én még azt nincs... tudni kell, hogy a klasszikus stílusú versenyeknél jobban remekel a lábam, azt jobban bírjuk, vagy a skatingnél jobb a lábam, a klasszikusnál annyira nem. És mivel klasszikusban lesz az olimpia, ezért most minden versenyt átírnak, úgyhogy én azért valószínűleg tartom, hogy menni fog, mivel most Svájcba szerintem a vártnál sokkal jobb eredményt sikerült futnom, úgyhogy én bízom benne, hogy az eddigi befektetett munka, meg tényleg amit a rehabilitáción, vizitornán keresztül mindenhol megcsináltam, az, az ki fog jönni. Ugye ilyenkor nagyon nehéz a, a, döntés, és gondolom, hogy a műtét is ezért halasztódott sokáig, és végül is el kell határozni, akkor meg kell műteni ezt a rakoncátlan térdet. Viszont ugye az idő szorított, hiszen, hiszen a rehabilitációt mindenki tudja, ez nagyon lassú folyamat, az végig kell csinálni, de úgy néz ki, hogy akkor belefér így az időbe, minden is sikerült regenerálni ezt a térdet. Igen, remélhetőleg nyilván hosszú távon tervezem ezzel a térdel, úgyhogy azért még okosan kell megválogatni a versenyeket, de én bízom benne, hogy most már ennyi ilyen kis bonyolultabb idők után most már jó fog következni. Beszéljünk arról, bár még nem teljesen biztos, de pontosan milyen versenyszám lesz az, amiben Sára indul Pekingben, ha minden jól megy egy hónap múlva. Igen, hogyha sikerül, akkor 10 kilométeres klasszikus stílusban fogok elindulni, 10 kilométeren és sajnos a sprinten ott nem fog tudni elindulni, mivel ott is ugyanúgy ezt az öt versenyt meg kéne futni, és az átlagnak ugyanúgy bent kéne lenni 300 alatt. Szóval arra már nem volt kapacitás, hogy azt is még megcsináljuk. És egyébként így is az előző, vagy ebből az eddigi három versenyből kettő tavaly a VB-ről van meg. De egyébként a kvóta meg lenne mind a két versenyszámra? E, vagy... Hát alapvetően, ha, ha, egészséges lennék teljesen, és versenyeztem volna már nyáron is, meg tavaly is, meg most is a szezon elejétől, akkor biztos vagyok benne, hogy nem, nem itt lennénk, és nem ilyen pontokkal küzdenénk. Igen. Hát bízunk benne, hogy minden, minden jól alakul. E, Dávid, a, a magyar e, biatlon sport azért e, hogy is mondjam, nyilván nemzetközi szinten még, még nincs ott, ahol szeretnénk, de, de Dávid az egyik képviselője ennek a kiváló sportnak, és jó néhány világversenyen is részt vett már. Következő cél, ugye az olimpia az már nyilvánvalóan most nem játszik, de vannak közelebbi célok, amiket versenyek, amikre indulnia szeretne mindenképpen? Mindenképpen van egyértelműen közelebbi, illetve távolabbi C céljaink is, célom is. Szerintem az idei szezonban a legfőbb cél az lenne, hogy minél jobb eredményt el tudjak érni abba a kupasorozatba, ahol vagyunk, esetlegesen feljutni a világ amit ugye az emberek az Eurosporton a tévében láthatnak. Ugyanis ez egy nagyon jó indikáció lenne arra, hogy igenis megéri folytatni tovább ezt a sportot, és érdemes még itt a 20-as éveinket beleölni, és ilyen úgymond kisebb áldozatokat hozni a sportért. Hát azt hiszem, hogy ezek nem is kicsi áldozatok, amiket amiket e, az elmúlt időszakban hoztak. E, és van olyan Cortina hogy hogyha olvastam az egyik interjúban, hogy Dávidnak ez a, ez a cél, ez egy különleges verseny, egy különleges verseny helyszín? Igen, én, én nagyon szeretem igazából az antolci részt, ott Tirolba elég sokat is járunk, mert ugye ott lesz a versenyünk, és e, mi ezt már nem tudom, régóta beszélgetjük, igazából beszéltek mind a kettőnk nevében, hogy e, van egy versenyszám, ugye a biatlonban ez a single mix váltó, amin elég jól, jók tudnánk lenni, és tényleg, hogyha úgy sikerülne ez a következő négy év, akkor ott Cortina Dampenzóba talán egy jobb eredményt is hozni. Hát a, és Pekingben mennyire ismerősek a hegyek? hogyan egyáltalán, tehát teljesen, egyáltalán. teljesen szűz, hó és ismeretlen területre fog menni teljesen. Sára? Teljesen, ráadásul úgy hallottam, hogy a pálya is nem egy megszokott, hanem úgy építik ki külön most az olimpiára, úgyhogy nyilván a nagyobb nemzetek, gondolom, kiárnak és lemásolják, és ők gyakorolják, biztos vagyok benne, hogy ők azért tisztában vannak vele. Nekünk egyelőre erre nincsen se időnk, se nincs meg a lehetőségünk, hogy ezt mi felmérjük, és ott nem volt még senki Magyarországról. Hát igen, talán a, a Short Track csapat kivételével a, a magyar sízők, nyilván nem nem érmeket várunk a, a sízőinktől a Pekingi Olimpián, hanem ugye a, a régi olimpiai elvek szellemében, ugye a részvétel a fontos, de hát kívánjuk azt, hogy bízunk benne, hogy sára ott lesz az olimpián, és a televízión keresztül nézhetjük a, a futását. Köszönöm szépen, hogy hogy itt voltak a stúdióban. Mi köszönjük, köszönjük a lehetőséget. A lehetőséget. A Zsámbéki csapat 100%-os teljesítménnyel vezeti a megyei első osztályú tabellát. Bodó László az edző a vendégünk. Szervusz, Laci. Köszöntöm a nézőket, szervusz. Ugye már tavaly is úgy, ahogy követtük azért a, a, Zsámbék nagyon szép szereplését, sőt a Tabella című rólatunkban mindig megmutattuk, hogy, hogy hol tart a csapat, és akkor is nagyon szépen szerepeltetek, bár akkor a végén jöttetek föl, és a rájátszásban az utolsó mérkőzésen sikerült kiharcolni a győzelmet a bajnokságban. Ez így van, nagyon-nagyon nagy boldogság töltött el. Nem, nem, senki nem gondolt erre, mert mikor a Bors Attila elnök úr oda hívott engem zsámbékra, akkor eredményekben nem beszéltünk. Azt mondta nekem, hogy szeretné egy, egy szerethető csapatot, egy nagyon jó kollektívát kialakítani, és ezen az úton kezdtük meg nagyon sok saját nevelésű játékossal, zsámbéki kötődésük ekkel, és én is a, a, múltamból hoztam egy pár játékost, aki tudtam, hogy emberileg is és szakmailag is rendben vannak, és elkezdtünk egy nagyon-nagyon hosszú munkát, amin teljesen lentről indult. Mert az első év, oda kerültem, úgy vettem át a csapatot, hogy, hogy évekig a kiesés ellen küzdött a csapat, és az első évben már hatodik helyzetek lettünk, és megnyertük a megyei kupát. Úgyhogy, úgyhogy már ott érezni lehetett, hogy hogy jó úton vagyunk. Hát igen, ez nagy dolog, és ugye, ugye amatőr fociról van szó, a, akkor, amikor a, a sárisápi pályán, végül is egy fölényes győzelemmel bebiztosítottátok a tavalyi bajnoki címet, akkor is látszott a csapaton, hogy, hogy milyen közösség, volt ott sírás, pesgővel lócsolás, minden, és neked is a nyakadba borultak a szurkolók, játékosok, tehát ott igazából kijött az, hogy ez egy igazi, igazi nagy család. Igen, én azt mondom, amit most pont mondtál, hogy család, egy olyan közösség alakult ki, hogy a szur szurkolókkal karöltve, a vezetőséggel, a játékosokkal egy olyan, olyan közeg van Mozsámbékon, amiben én azt gondolom, öröm kijárni. És a munkának jött ki végül is a gyümölcse, mert ezek a játékosok 18-20-an jártak edzésre, ami most is megvan, és ezért vannak ezek a nagy sikerek, mert csak a munkával, az alázattal, a fegyelmezettséggel és a tisztelettel ebbe lehet előrekerülni a labdarúgásban. Ugye az is nehezítette az idei szezonotokat, hogy két meghatározó játékos is elkerült a csapattól, ugye Monori Norbertet, a gól királyt, akivel interjúztunk is ott a mérkőzés után, elvitte a haladás, és ott egészen szépen kezd beépülni a csapatba, gólokat lő, és eldönt mérkőzéseket, és egy másik meghatározó játékos is elkerült a csapattól. Hogyan sikerült őket pótolni? Pótolni nagyon nehéz volt őket, mert azt gondoltuk, hogy itt, itt egy nagyon komoly hullámvölgy is jöhet, de hál' Istennek két fiatal tehetséges utánpótlás játékos fölhoztunk a csapathoz, mind a kettő nagyon-nagyon jól teljesített a szezonba, és még hoztunk vissza három játékos, pont Esztergomból, fiatalok, nagyon lelkesek, és tovább szeretnék ennek a futballba lépni. És azt mondták azt gondolom, hogy ők egy jó választás volt, mert innen egy ugródeszka lehet nekik a jövőbe esetleg a magasabb osztály is. És ahogy te is említetted, egy olyan öltöző van, egy olyan kollektíva, ami egyelőre csak előre fele húz. Nem tudom, hogy hol ennek a vége, mert azt gondolom, hogy hogy a csúcson vagyunk. És, és innen már csak lefelé vezethet az út, azt is majd úgy kell kezelni, helyén kell kezelni, majd meglátjuk, hogy hogyan alakul a jövő. Egyelőre azt mondom, hogy maradjunk ilyen alázatosak, maradjunk a Földön, és ugyanígy kell dolgozni tovább, mert még nem történt semmi. Van egy fél év, amit nagyon-nagyon jól -nagyon szerepeltünk, de még nagyon messze van a bajnokság vége. Hát ugye a 14 mérkőzésből 14 győzelem, ugye 100%-osak vagytok, elképzelhető az, hogy esetleg, ha megint megvan a bajnoki cím, akkor feljebb léptek, vagy megpróbáljátok azt, hogy feljebb lépjetek, hiszen azt hiszem, hogy nagyon nehéz dolog az, hogy van egy bajnokság, ahol torony magasan vezettek, és meg tudjátok nyerni minden arra mutat, bár azért vannak itt ellenfelek, vannak olyan csapatok, akik szintén a bajnoki címre törekednek, de azért a, egy következő osztályban, hogy az MB3-ban sokkal nehezebb lenne. Ez így van. Ezért mondtam, hogy nem nyertük még meg a bajnokságot, mert ezzel a szerepléssel más bajnokságot hosszal vezetnénk, de most négy ponton van rajtunk a koppány tehát, hogyha egyszer bukunk, akkor már óriási baj van. Tehát még nem nyertük meg ezt a bajnokságot, viszont annyiból előnyben vagyunk a tavalyhoz képest, hogy én úgy tudom, hogy a, a klub beadta a licenszet az MB3-ba. Tavaly nem adtuk be ilyenkor a licenszet de ez még nagyon sok mindentől függ. Nagyon-nagyon lépésről a vezetőség előtt és az elnökünk előtt lealkalappal, mert lépésről lépésre mentünk, és most már sportlétesítményünk is úgy néz ki, a 5-6 év alatt akkora fejlődésen ment keresztül, amivel már majdnem az azt mondom, hogy be lehet vállalni az MB3-at, mert megújult, nagyon szép öltözőrendszerünk lett, van egy kis műfüves pálya, és ahhoz most lett egy nagy műfüves pályánk, egy világítással, és még egy kis műfüves pálya, és szeretnénk majd ezt bővíteni, vagy ebbe az évben, vagy egy, a jövő évben egy látóval lelátóval is. Tehát nagyon-nagyon szépen lépésről lépésre haladunk. Azt hiszem, az is nagyon fontos a ti esetetekben, hogy ugye Monori Norbert csatárodok, aki ugye gólkirály is volt az első osztályban, két szintet is lépett. Tehát az MB2-es haladásnál próbált most szerencsét. És azt hiszem, hogy a többi játékosnak, akik ott, van a, akik ott vannak a csapatnál, sőt, az egész uh, amatőr ligában is ott vannak, ők is láthatják azt, hogy igenis van előrelépés, elképzelhető, hogy, hogy akár még, még ennyit is ugorhat egy játékos, tehát profi uh, színvonalon futballozhat és megélhet a labdarúgásba. Azt hiszem, hogy ez, ez fontos uh, az NBA, ebben a uh, megyei bajnokságban Nagyon is. Nagyon fontos. Uh, az, az, az nekem az negatívum, hogy uh, hogy nem láttok nagyon ö, ö, mérkőzéseken vagy edzéseken ö, ö, edzőket, vagy akiket elküldenek, hogy, hogy fölmérjék, hogy igenis ebben, ezen a szinten is vannak olyan labdarúgók, akire föl lehet figyelni. Tehát ez, én szerintem ez óriási baj most Magyarországon, mert a Mononi Norbert is úgymond a, a német szabó Zsorogon dolgozott, én Dorogi vagyok, és ő kijött néha edzésünkre és mérkőzésünkre. És a Norbinak ezért sikerült elmenni, mert ő bevállalta és, és, és megreszkírozta azt, hogy beteszi a MB2-be, mert először, mikor oda került a Norbi, akkor azért mentek ott is, hogy a negatív kommentek, hogy megy egyből, mit szeretne. De a Monori Norbi úgy néz ki, hogy MB2-be is meg fogja állni a helyét de egy olyan emberről beszélünk, aki akar dolgozni, fejlődni, és futbalista akart lenni. Tehát ő nagyon sokat letett az asztalra itt Zsámbékon, mindent elfogadott, amit mondtunk neki, és ezért volt előrelépés. És most ez egy, ez egy óriási lehetőség a többieknek is, akik ugyanígy, amit elmondtál, futbalisták szeretnének lenni, igenis megvan a, a, lehetőség, mert segíteni fogok, vagy segíteni fogunk nekik a tovább lépésbe, ha azt a szintet megüti. Ugye, és azért is jó ezt talán, hiszen a fiatal srácok fejében ugye nyilván az akadémiák vannak ott. Tehát egy fiatal, tehetséges kis srác, ugye valami akadémiára kerül, azt elvégzi, és utána vagy sikerül, vagy nem sikerül neki a, a, karrier, de ezek szerint már van másik út is. Tehát másképpen is lehet, é. és ugye nem lehet tudni, hogy egy kis srácból valóban messzi lesz-e, vagy, vagy nagy játékos lesz-e, hogy aztán megakad a fejlődésben, és nem fejlődik tovább, és, és nem lesz profi játékos sem, és az út úgy látszik, hogy ezek szerint adott azoknak is, akik, akik teszik a dolgokat, tanulnak, és mellette amatőr fociznak, és egyszer csak olyan új alakul a sorsuk, hogy, hogy profi futbolistává is válhatnak. Ez így van. Ez, én, én, mindig mondom a fiatal játékosoknak, nagyon sok olyan zsámbéki játékos van fiatal, aki igenis tovább szeretne lépni. És ezt mondtam nekik, hogy az alázattal, azért edzésekkel, ott minden edzésen oda kell tenni magát a száz százalékot, vagy az fölött kell teljesíteni, és akkor lesz meg a gyümölcse. Tehát ennek ez máshogy, ezt ingyen senkinek nem adják. És utána még ott meg kell állni a helyüket, hogyha MB3 vagy MB2-be elviszik, mert úgy néz ki, hogy a Norbi megállta a helyét az MB2-be. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Laci, velünk is elmondtad, és további sok sikert kívánunk a Zsámbék csapatának. Nagyon szépen köszönöm a meghívást én is. a tájföldi Muay Thai világbajnokságon szerepelt Nardalotti Zoltán is remek eredményt ért el, ezüstérmet hozott haza. Gratulálunk! Nagyon szépen köszönöm! Köszöntük itt a stúdióban. Egy picit, hogyha felidézhetnénk ezt a, ezt a versenyt, ugye a tájföld nem itt a, a közelben van, de ugye ez a, ennek a szakáknak, vagy ennek a ö, versenyszámnak az ős hazája. Így van, így van. Hát ugye a tájföld nincs túl közel hozzánk, úgyhogy az utazás is illetve az otthoni kondíciók megszokása is nehézséget jelentett, de hála azért égnek kaptunk annyi segítséget, hogy már itthon tudtuk, hogy ö, hogyan kéne aludnunk, ö, illetve pár már voltunk Tájföldön, úgyhogy nagyjából fel tudtunk arra készülni, hogy mi vár kint, ö, mint páratartalom, mint a meleg szempontjából. Ö, ebben az időszakban még nem igazán voltunk kint Tájföldön, illetve bankokban, viszont ö, úgy vettem észre személy szerint én, hogy ez az időszak, ott is kicsit, hogy mondjam, úszhatóbb víz, nem volt olyan rettentően meleg, hogy, hogy annyira kivegyen belőlünk. Ha de ugye ez nem úszás volt, tehát az úszható víz ugye arra vonatkozik, hogy talán kevesebb bizottság csurgott le a versenyzők a homlokán, miközben a versenyek voltak. Milyen volt a sorsolás, hiszen a küzdősportoknál borzasztóan fontos, hogy, hogy kivel kerül szembe az ember? Igen, hát az én, az én csoportomban 23 versenyző volt, és nem emeltek ki, nem voltam előnyerő, úgyhogy nekem öt meccset kellett vívnom ahhoz, hogy ezt az ezüstérmet el tudjam hozni. Úgyhogy többen jártak így, kevés magyar emeltek ki, de személy szerint én úgy vettem, hogy azért mentem, hogy versenyezzek, azért mentem, hogy punyózzak, és és nem nagyon foglalkoztam azzal, hogy nekem egy meccsel többet kell bunyoznom azért, hogy, hogy el tudjak hozni egy érmet akár. Ugye, aki látott már ilyen versenyt, az tudja, hogy borzasztóan sokat számít, akár egy küzdelemmel több is, hiszen, hiszen ott elég keményen csattonnak a pofonok és a rúgások, tehát egy komoly sérülést is össze lehet szedni, ami a következő meccsen azért jó hátrányt is jelent, és ugye ez Zoltánnal is így volt. Ne menjünk sorrendben. Mi volt a következő meccs? hát az első meccs az egy francia ellenfél ellen folyt. Hála az égnek sikerült idő előtt befejezni az első menetben egy jobb könyökütésnek köszönhetően. Hogy sikerült úgy eltalálnom az órát, hogy nem tudta folytatni a mérkőzést. Ez annyiban könnyebbséget jelentett ugye a továbbiakra tekintve, hogy ugye nem szedtem össze annyi sérülést, legalább ezen a meccsen. Mert ugye háromszor három perc alatt minden, mindkét fél arra megy, hogy a lehető legtöbb pontot tudja összeszedni az ellenfélről, és, és hát ezek nem félerejű ütések, nem félerejű rugások, ráadásul nálunk könyököt is lehet használni, illetve klincset is. Ez mit jelent pontosan? A klincs. Mm -hmm. A klincs az azt jelenti, hogy össze lehet kapaszkodni az ellenféllel, lehet kezet fűzni, lehet már láttak ilyet a birkózóknál, mi annyiban különbözünk a birkozóktól, hogy nálunk földrevitel után nincs földharc, Tehát ha földre kerülnek, akkor megállítják akkor ott a küzdelmet. Megállít a bíró, igen. De van igen. bármilyen védőfelszerelés, amit, amit használnak, vagy itt nincs? Természetesen el? van kesztyűnk, fogvédőnk, fejvédő, szuszpenzor, vagy a nőknél ugye mélyütésvédő, könyökvédő és sípcsontvédő is, illetve sípcsont és lábfejvédő. Illetve ugye a, a, az ifjúságiaknál, illetve a B kategóriás versenyzőknél van testprotektor is, az egy gyakorlatilag egy mellény, ami védi a testet a támadásoktól. Nyilván azért az ifjúságot védeni kell abból a szempontból, hogy a szemből érkező tér, illetve az oldalról érkező, érkező lendített tér, azért elég sokat tud rongálni az emberi szervezetben, és ö, ez megakadályozon, védik védik az embereket. Ugye az első nap volt a francia versenyző, és az utána ki következett? Utána egy svéd ö, ellenfelem volt, ő jóval magasabb volt, mint én. Láttuk az előző meccsét, ugye ő se volt kiemelve, és tudtuk azt, hogy, ö, hogy szemből fog támadni, még hozzá hosszú térdekkel, illetve ugró térdel, és megpróbálja majd lerohanni az ellenfelet. Tehát kvázi engem is megpróbál majd valószínűleg lerohanni. Ezért Bányász Adriánnal, az edzőmmel azt a taktikát beszéltük meg, hogy nyomás alatt kell tartani. És alapvetően ez az összes ellenfelemre igaz volt, hogy meg nem is csak az én ellenfeleimre, hanem a többiek ellenfelére is, hogy nyomás alatt kell tartani. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan mondjuk ütésekkel. Foglalkoztatni e, kell. Igen, tehát ne legyen ideje, vagy, vagy ereje arra, ideje felkészüljön arra, hogy mondjuk egy hosszú rugást indítson? Pontosan. Úgy, úgy, szoktuk ezt hívni, hogy foglalkoztatni kell az ellenfelet, mivel ha a, a saját bunyunkat ezzel rá tudjuk erőltetni a másikra, akkor már nem fog azzal próbálkozni, miben ő jó. Akkor ez a taktika bejött ezek szerint, és uh, sikerült győzni. Nála igen, nála hála az égnek igen, sikerült, és uh, pontozással sikerült megnyernem azt a Hát akkor véket küzdeni a három el, Pontosan. A harmadik ellenfél? Ki volt? A harmadik ellenfél a spanyol volt, ő, ő rá is igaz volt, hogy ugye nyomás alatt kell tartani, viszont róla tudtuk, hogy ő már nagyon tapasztalt, ő neves ellenfél lesz, mondhatni világszinten ismert, és már tudtam, hogy ő ott lesz a csoportomban. És amikor megtudtam, hogy az éremér, ugye én azért mentem, hogy minimum érmet szerezzek, mert 2019-ben 2019 -ben az előző világbajnokságon sajnos a, egy sérülés miatt szintén nem tudtam folytatni a, a, mérkőzéseket. Itt mindenképpen akartam hozni egy érmet, és kicsit olyan ironikus volt, hogy pont, pont az éremér az általam legerősebbnek gondolt ellenféllel kell bunyóznom. És hát amit az edzőmmel megbeszéltünk, taktika, az nála is bejött. És sikerült őt is legyőznöm, úgyhogy hát végigment a mérkőzés, de, de, az én kezem emelték a magasban. ez egy pontozásos küzdelem, akkor itt is a bírók döntenek arról, hogy, hogy ki ö, számolják az ütéseket, a bevitt ütéseket, hogy hogy működik ez pontosan? 10-9-es pontozás van, tehát aki, az ellen, aki ki melyik sarkot látja jobbnak, annak fog 10 pontot adni, aki meg nem annyira jónak, vagy kevésbé jónak, annak 9-et. Ettől vannak eltérések, hogyha számolás volt, például történt egy leütés, és rászámoltak az egyik félre, akkor neki akár 8 vagy 7 pontot is tudnak adni. 7 az ritka, de 8-at szoktak. És ez azért is érdekes, mert előfordulhat olyan, hogyha az utolsó menetben történik ez, ez meg is tudja fordítani a meccs kimenetelét de akkor ez is, ezt is sikerült behúzni, és akkor meg volt már az érem, a hőn állított érem. Igen, 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 igen. Itt már mondhatni úgy mentem fel a következő meccsre, hogy amiért jöttem, megvan, de azért fényezzünk ezen az érmen. És, és mindenképpen akartam, be akartam jutni a döntőbe. És hála az égnek, az is sikerült. A, az az ellenfelem egy izraeli srác volt, ő is valamivel magasabb volt, mint én, úgyhogy tudtuk, hogy ott is foglalkoztatni kell az ellenfelet, őt is foglalkoztatni kell folyamatosan. Rá azt mondtuk, hogy ő ilyen mecslopó, hogy ilyen sunyi rugásokkal és ütésekkel próbálja megszerezni a pontokat, és, és ezt elkerülendő még többet kellett foglalkoztatnom, mint a többieket. Sajnos az első, az első menetel is ment, azt adták az ellenfélnek. Ilyenkor kihirdetik egyik, hogy 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 áll a verseny. Így van, uh -huh. így van, kihirdetik. És a második menetre úgy mentem be, hogy nyilván zártan, meg pontosan, viszont mindent fel kell tennem, mert nincs több lehetőség. És hát sikerült megnyerni a második menetet, és a harmadikat is, és így hoztak ki győztesnek a meccsből. Hát akkor következett már a döntő, viszont Zoltánnak sikerült összeszedni egy idézőjelben egy sérülést. Igen. Igen, sajnos az előbb említett izraeli ellenfélnek jó, volt, jó voltak a térlugásai, és a jobb bordám megsérült, de úgy voltam a meccs után, hogy hát most fájdogál, de este biztos jobb lesz, meg hát másnapra még jobb lesz. Kentem a szállodában, nyilván megpróbáltam mindent megtenni azért, hogy minél jobb kondícióban legyen a bordám, és a bemelegítés előtt még úgy ugrálgattam, egy picit megnéztem, hogy mennyire, mennyire problémás. Akkor még nem is éreztem annyira rossznak. Nem is mondtam egyébként az edzőmnek sem, csak mondtam neki, hogy hát egy picit fájdogál. De aztán a bemelegítés közben, amikor elkezdtünk ütni és rúgni is, akkor éreztem, hogy egyre rosszabb, és az edzőm is észrevette rajtam, hogy valami nem ok, elmondtam neki, hogy mit, mit érzek és ott beszéltük meg azt, hogy jó, akkor az első menetre bemegyünk, megpróbálunk mindent megtenni, megpróbáljuk leütni a táj ellenfelet, és ha sikerül, akkor sikerül, ha nem, akkor az első menet után ki fogunk jönni, mert, mert azért egy olyan sérülést bevállalni, hogy a bordám akár átszúrja a tüdőt, stb. Nyilvánval, ezért, persze. ezért ilyet nem szeretnénk bevállalni és akkor így, így mentünk fel az első menetre. Akkor a döntőben egy hazai versenyző vázoltára egy táj, tájboxos. Így van. De akkor ez a, ez a, bizonyos mindent egy lapra feltevés, akkor, akkor nem sikerült. Sajnos nem. Elméletileg meg kellett volna egyszer számolni az embert, mivel ütéstől ment le a földre. Ez nem történt meg. Nyilván tájföldön egy táj ellenfelet úgy lehet megverni, hogyha vagy nem hagyja az ember a bírókra a döntés lehetőségét, vagy annyival fölényesebb, hogy, hogy nem tudják egyszerűen elvenni a, me, a mérkőzést. Ö, hát igen, nekem sajnos nem sikerült leütnöm az első menetben. De meg volt az első menet? Tehát az első menetet Zoltán nyerte? Vagy... Azt mondják, igen, nem hirdették, nem, azt nem láttuk, hogy ki, kinek adták volna az első menetet, de én azt az infót kaptam mindenkitől, hogy, hogy megnyertem. De ott úgy döntöttek az edzői vagy abba hagyják, hiszen a sérülés veszély fent állt. Így, így van, így van. Hát így is egy nagyon szép eredmény ez az ezüstérem. Voltak mások is, akik Magyarországról érkeztek a, a világbajnokságra? Igen, hát a pontos létszámunkat nem tudom, de nagyjából 20% voltunk kint a világbajnokságon, és hát több bronzérmünk lett kettő ezüstérem és egy aranyérmet is sikerült elhoznunk, úgyhogy ö, szerintem azért egy nagyon sikeres világbajnokságot tudhatunk magunk mögött, a nehézségek ellenére is ugye kettő ö, válogatott nem is tudott elindulni a, a versenyen, mivel ugye Enikő a, a csapattársam pozitív, pozitív tesztje lett a, a Covid-teszten, úgyhogy sajnos a a párom ugye Ajsa meg az ő szobatársa volt, így ők ketten nem is tudtak elindulni a versenyen. Hát igen, akkor a Covid beleszólt ebbe is, és akkor Zoltán párja, hogy mondja, ha ő nem is tudott elindulni. Ez egy nagyon kellemetlen, ráadásul nem is ő volt Covidos, de hát hogyha egy szobában voltak, akkor azt hiszem, hogy érthető, hogy a, a versenybizottság úgy döntött, hogy őt nem engedi versenyezni. Ez egy nagyon kellemetlen, egy hosszú utazás után végül is a, a verseny. De hát akkor hajsa vigasztalhatott Zoltán szép ezüstérmével. Igen, hála az égnek azért úgy, hogy megnyertem az ezüstöt, azért neki is egy kicsit könnyebb volt, illetve utána mi tovább mentünk Puketre egy picit pihenni, szintén Tájföldre, úgyhogy ott azért kicsit ki tudtunk kapcsolódni. Mi a következő? Mi a következő nagy megméretetés, ami Zoltánra vár? Hiszen most a Covid összetolta a versenynaptárt Jócskán. Hát nagyon összetolta, igen. Február 13-án ha jól emlékszem, 13-án kezdődik az Európa Bajnokság Isztambulban, ahol hát mindenképpen meg kell nyerni az Európa Bajnokságot. Aranyérmet kell elhoznom azért, hogy kvalifikálni tudjam magam a világjátékokra, ami idén lesz megtartva. Hát kívánom, hogy sikerüljön, és kívánom, hogy folytatódjanak ezek a szép sikerek, és a borda sérülésnek most már nyoma nincsen, akkor ezek szerint. Hát nem mondom, hogy teljesen nincsen nyoma, ezek hosszabb ideig húzódó sérülések, de pont a mai nap fogok visszaállni már edzeni, úgyhogy remélhetőleg minden rendben fog menni, minden meg fog tenni azért, hogy el tudjuk hozni, vagy el tudjam hozni azt az aranyérmet. De köszönöm. nyilván nem csak rajtam múlik, hanem az egész csapaton. Igen, köszönöm felakézni. szépen. Hát akkor tájversenyzők nem lesznek Isztambulban, de azért gondolom, hogy, hogy az se lesz egy egyszerű. Sok sikert kívánok akkor is. Nagyon szépen köszönjük. Ennyi fért a mai műsorba. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Tegyék ezt a jövő héten is, akkor is lesz a látó. Addig is töltsék sportosan a mindennapjaikat. A viszontlátásra!